Egy éjszaka, ami más, mint a többi, varázslatos hangulat, hatalmas tömeg és különleges programok. Dióhéjban így jellemezhetjük a múzeumok éjszakáját. 17 székesfehérvári és vidéki szervezet összefogásában 22 helyszínen 67 program nyújtott csodálatos élményt az érdeklődőknek. A másik oldalán levő irodák területét csökkentették le, és így alakult életet az átjáró. A kulturális intézmények mellett a Városháza is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Ez a ház a Városháza, a nevében is van, hogy ez a város minden polgárának a háza, nyugodtan mondhatjuk, hogy félig az otthona, és ráadásul olyan gyönyörű műalkotások vannak benne, olyan szép maga a belső elrendezése, azt gondolom, hogy akár a kis irodáknak, akár pedig a nagy tanácsteremnek, hogy azt hiszem, hogy érdemes ezt néha megmutatni, és büszkének lenni rá. A városi képtárdák gyűjtemény tárlatvezetéssel, családi programokkal, játékos foglalkozásokkal és borkóstolóval várta a látogatókat. A vállalkozó kedvűek a bikavér készítésével is megpróbálkozhattak. Ne tessék velem bolondozni, kérem! Nekem fáj a fejem! Nem mutogassa itt, hanem adjon egy aspirint! A Fekete Sas Patika Múzeumban jelenetek a Csodapatikából címmel a Szabad Színház Társulatának előadása nyújtott könnyed kikapcsolódást. A múzeum keresett meg bennünket ezzel a kéréssel, hogy van nekünk egy nagyon szép patikánk itt a főutcán, és Lázár Ervinnek pedig van egy népszerű meséje a Babberci kalandjaiból, a Csodapatika és a Csoda Nektár. És az volt a kérésük, hogy állítsuk színpadra, és itt az eredeti gyönyörűséges helyszínen adjuk elő. És mi ennek a kérésnek szívesen eleget tettünk. A csókképtárban pedig a napközben megnyílt kortárs képzőművészeti kiállítás tárgyaira reflektáltak szövegeikkel kortárs írók.